A Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 2022-es éve az eddigiekhez viszonyítva a második legtöbb riasztási számmal zárult. 232 eseményhez került leriasztásra a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság. Az elsődleges műveleti körzetünk ugye 20 településből áll, amelyek a Tamási járás területén helyezkednek el. Ebből a 232-ből megközelítőleg egyforma arányban volt tűzeset és műszaki mentés. Voltak ez mellett téves jelzéseink, szándékosan megtévesztő jelzés, valamint kiérkezés előtt felszámolt események is. Ugye a kollégák, mikor kimennek a helyszínre, és gyakorlatilag nem találják azt az eseményt meg, vagy nem az az esemény van a helyszín, akkor ez egy szándékosan megtévesztő jelzés. Ez pedig büntető jogi következményeket von maga után. Az elmúlt év pedig bővelkedett olyan eseményekből, amelyeknél a tűzoltóság segítségére volt szükség. Hát, hogyha a tűzoltóságnak a kezdete óta, tehát 2002. január 1-én kezdtünk működését, ugye a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság akkor jogelőtt szervezete, hogyha ezt az időszakot vizsgáljuk, akkor elmondható az, hogy ez a tavalyi év a második legtöbb eseményt hozta. Ennek az oka lehet a száraz időszak is, tehát sok volt a szabadtéri tűzesetünk, illetve elég sok közúti közlekedési balesetünk is volt. A létszámunk jelenleg három komponensből tevődik össze, főállású tűzoltók, alkalmi munkavállalók, akik szintén tűzoltók máshol, de ide még alkalmi munkavállalóként jönnek, illetve vannak önkéntesen szolgáltatót adó tűzoltóink is. Ebből a három komponensből tevődik össze a létszámunk. 8 fő főállású tűzoltóval, 5 fő alkalmi munkavállalóval, illetve 2 önkéntessel látjuk el a szolgálatot. A jelenlegi szolgálat ellátáshoz túlórákkal, de elegendőnek bizonyul ez a létszám. A 2022-es évben is igyekeztek megragadni a pályázati forrásokat. Minden évben 2018 óta Magyarország kormányának költségvetésében megjelenik 225 millió forint, mely az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztési pályázatához használható fel. 60 önkormányzati tűzoltóság van Magyarországon. Pályázati rendszerben lehet ebből az összegből pályázni, ebből 3 millió 700 ezer forintot sikerült a tavalyi évben elnyernünk. Ebből tűzoltási, illetve műszaki mentési eszközöket, oktatáshoz szükséges eszközöket, illetve gépjármű javítást finanszíroztunk. A Tamási Regionális Képzési Központban, amely a laktanyának a tetőterében került kialakításra, minden hónapban a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megszervezi az önkéntes tűzoltó egyesületek, illetve az önkormányzati tűzoltóságok részére egy regionális képzést. Ezen képzésen Tolna, Somogy, Baranya, illetve Fehérvár megyei önkéntes, illetve önkormányzati tűzoltók vesznek részt elsődlegesen. Ez most már az online térnek köszönhetően kiterjesztésre került az ország több megyére is, tehát most már Szabolcs-Szatmár, Bereg vármegyéből is vettek részt ezen a képzésen kollégák online. A tavalyi évben is számos települési programon vettünk részt, voltunk óvodákban, falunapokon, egyéb települési rendezvényeken, illetve itt a szertárban is több alkalommal fogadtunk iskolás, illetve óvodás csoportokat. Elmondhatjuk azt, hogy van olyan kollega, aki korábban egy ilyen látogatás keretében került ide a tűzoltóságra. A 2023-as év tervei közül sem maradnak el a fejlesztések. Hát az eszközfejlesztési pályázat idén is reményeink szerint kiírásra kerül. Ebben már nagyjából körvonalazottak, hogy milyen eszközöket szeretnénk megpályázni. Hát a laktanya 10 éves, ugye 2013-ban költözött ide ki a tűzoltóság, egy modern laktanyának mondható, jelenleg nincsen szükség fejlesztésre. Természetesen idén is megszervezzük a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvényt, csatlakozva az országos rendezvényprogramhoz, és ezen alkalommal várjuk az érdeklődőket.